még egy kicsit az emberi érzelmeknél, most nem egészen abban az értelemben véve, mint itt a filmben, hogy ugye az élet az egy érző, sebezhető valami, és ez a növényekre, állatokra, emberekre egyaránt vonatkozik, hanem miután az emberi a fő felelősség, ez egyértelmű itt a Földön, mindenféle vonatkozásban, tehát mind a növény, mind az állat miránk van bízva, mint ahogy persze az emberiség sorsa is. Tehát az emberi érzelmek, sőt, hát aztán szenvedélyekről is beszélhetnénk, azt is említette itt Müller Péter a vége felé. Tehát ezeket valószínűleg a legnehezebb uralni. Tehát azt, hogy racionálisan belátni valamit könyvekből, filmekből, bármi másból, ezzel lehet kísérletezni, de legtöbbször nem a racionális belátás szokott győzni, hanem az embert úgymond elsodorják az érzelmei, vagy netán elsodorják a szenvedélyei. És ez egy neuralgikus pont valószínűleg, mert legtöbbször, vagy nagyon sokszor legalábbis bajba is képes sodorni bennünket ez a tulajdonságunk. Milyen tanácsot, milyen iránymutatást ad a Véda kifejezetten az érzelmek vagy szenvedélyek dolgában? Az első elv, amit mondjuk a védikus irodalom ad, hogy nagyon ne üljünk fel az érzelmeknek a hullámaira, a szélsőségeire. Ezt támogatja a védikus irodalom is, hogy erre törekedjünk, hogy amikor valami nehézség ér minket, valami csapás, akkor ne zuhanjunk túlságosan magunk alá. Amikor meg valami jó dolog történik, akkor ne ragadtassuk el túlságosan magunkat. Szem előtt tartva azt, hogy minden jó dolog után valamikor fog következni valami kevésbé jó, a rossz dolgok után meg fog következni valami jobb. Elmondjam ezt a történetet, ami ezzel kapcsolatos? Az is egy indiai ilyen példatörténet. Volt egy király, aki azt kérte az udvari bölcsétől, hogy adjon neki valami örökérvényű tanítást. De mondta neki, hogy én nagyon elfoglalt vagyok, ez ne legyen valami hosszú dolog, ne írjál nekem könyveket, mert azt nincs időm elolvasni, hanem itt van a gyűrűm, és abba írjál bele valamit, amire mindig tudok emlékezni, és ami mindig segít nekem. És mondta neki a bölcs, jó, holnap oda visszaadom a gyűrűdet. És másnap, amikor találkoztak, akkor a bölcs azt mondta a királynak, itt a gyűrűd. Most odaadom, és benne van egy tanítás, ami mindenféle élethelyzetben segíteni fog neked. Akkor is, amikor a csatában az ellenséggel küzdesz, és akkor is, amikor tele van a kincstárad, és az alattvalóid dicsőítenek. Tessék. És a gyűrűbe egyetlen egy szó volt beleírva. Az, hogy elmúlik. Ez már úgy segít egy kicsit kijózanítani az embert, hogy igen, vannak ezek a hullámok az életben, hol rossz, hol jó, és az ember, amikor rossz, akkor azt mondja, hogy sose lesz jó, mi volt jó valamikor, ugye olyan állapotba kerül, amikor még nagyon jó, akkor meg attól száll el. De a józanságnak a szintje az az, hogy az ember érti, hogy ez a világ, ez ilyen. Ugye a védikus hasonlat az, hogy ugyanúgy, ahogy az évszakok váltják egymást, ugyanúgy az életben ezek a jó és rossz periódusok elkerülhetetlenül követik egymást. Ugye most meg kell lepődünk? Jé, tavasz van. Nem lepődünk meg, mert hát március vége van, akkor tavasz van, és tudjuk, hogy aztán fog jönni egy nyár, igen, és aztán fog jönni egy ősz. Ez a rendje a világnak. Ugyanúgy az életünknek a természete is ilyen, hogy vannak jó események, és vannak megpróbáltatások, és hogyha erre fel vagyunk készülve, akkor ez már nagyon sokat segít.